Oh, hellóka! Mindenkinek szép reggelt kívánok! Üdvözlöm a live-omba mindenkit! Hol van az anyád? Hol a régi szerene? Jaj, nem este jár, mint hiába keresem. Hol van az anyád? Hol a régi szerelem? Hol van az anyád? Ami elsúlyod már. Hol van az anyád? Hol a régi szerelem? Jaj, nem esze jár, mint hiába keresem. Kedeleg a tél, volt a pár úr valami. Hol van az anyád, ami elsúlyod már? Ha-hó, üdvözlök mindenkit, szép korai reggelt kívánok. Szombat is, igen. Üdvözlöm a korai kellőket. Zsuzsa papi, van hang? Kérdezem én tőled, igen vagy nem? Aki nála jártam, én, aki ráta láttam, én, tudom menni, én, a szó szerelem. Én, aki vele voltam, én, akit megcsókoltam, én, sohasem kutatom. Én, aki bíztam benne, ó, mind az életemben. Én, akit átláncoltam, csak én legyen. Én, aki vele voltam. Én, akit megcsókoltam. Én, sohasem kutatom. Sohasem kutatom. Üdvözlök mindenkit, ez az egy korai reggel. Bejöttem a kicsit időre, mert délelőtt dolgom van. Nem tudok, majd este pedig fogok bejönni élőbe. Kérdezzél még egy nézőt, aki hall engem, van a hangban, nincsen hang. Így már meg nekem, légy szíves. Mit tudom én, legyen szíves, vagy légy szíves, mindegy. Én tegeződök. Igen vagy nem, Zsuzsa papni, látom, máma senki. Hát remélem, még valaki feljön, minden lényegtelen. Úgyhogy... addig énekelek, majd van mondani valóm. Hát igen, eltűntek a nézők. Biztos nincsen hang, szerintem van hang, meg villog a hangkártyám. Úgyhogy kelleni hangnak, gyerekek. Ennyi. Mindegy, beteszek valami barátomat. Megkérdezem, hogy van-e hang, vagy nincsen hang. Jó? Rendben van? Na. Ennyi az egész, egyszerű. Úgyhogy kettő nézőm van, most ha valamelyik írja már meg, hogy van-e hang, vagy nincsen hang. Úgyhogy erre kíváncsi vagyok. Jó? Roma élót eszembe lettek egy kicsit. Munaszapok, jó? Na. Istenként. Ah.
Nem tudom, valaki nézi, írja már meg, hogy van-e hang, vagy igen, vagy nem hall. Nem tudom, kezd a néző, hogy van-e hang, vagy nincsen hang. A romai időtől beteszek, hogy megírja addig, míg, hogy... Mert van sok mondani, való, hogy kívánja, mit tudom én. Hogy van-e hang, vagy nincsen hang. Igen. Senki nem ír. Istenként. Jó, végre. Oszipotós, nézed, te megírtad, hogy van hang, Istenként. Borzasztó emberek vannak, olyan nehezen írják meg, hogy van-e hang. Hát ez borzasztó. Na, egy romai jól beteszek, addig még eszem a szigettát. Shalom malum da 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 Shalom malum da 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 Shalom malum da 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 Shalom adalom Egy szivárvány az igen Te úgy ragyogol nékem Szeretlek én Meghalok te érted Én úgy mentem el tőled Megígértem te néked Ígértem azt, hogy más nő soha nem kell Kérlek, fogd meg a két kezem Soha többé ne engedd nekem el Te vagy nékem a mindenem A drága szép feleségem Come up to me, come up to I'm the baddest, come up to Tedd mi se, come up to Shalom malum da 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 Shalom adalom Istenem, Istenem Drága jó Istenem Visszajött, mert én őt szeretem Ő az életem, ő a mindenem Itt te élek, itt te szenvedek Nékem nem kell senki más Aki a szívemet rabolná Te vagy az egyetlen, kit én úgy szeretem Nékem nem kell senki más Aki a szívemet rabolná Te vagy az egyetlen, én úgy szeretem Shalom malom, tra-ra-ra-ra-ra 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 Shalom Adalom Nékem nem kell senki más Aki a szívemet rabolná Te vagy az egyetlen Kit én úgy szeretem Nékem nem kell senki más Aki a szívemet rabolná Te vagy az egyetlen, kit én úgy szeretem Shalom malom, tra-ra-ra-ra-ra 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 Shalom adalom Örülök, hogy ketten is néztek ebben a kora időben. Hát nem is tudom, honnit kezdtem, gyerekek. Hát a művésznő, a pikás művésznő bemutatta a lakását, de nem az ő lakása volt, a lányáé. Főzte a nokedit. Egy, vélett a én nokedit nem is ehetek, mert cukorbeteg vagyok, pedig kedvenc ételem, ebben igazad van. De megmondom neked őszintén, nem ehetek. Nokedit, pikát, vélett a.
Úgyhogy a Dávodi lakásodat kellett volna neked bemutatni, ahol élsz, mert most te itt vagy fent Pesten az ágyadnál, most te ilyenkor most alszol. Minden jó embernek akkor már fel kell korán reggel, mint oszipotós is, meg mit tudom én. Ez az igazság. Kedves művésznő, te kikövetelted magadnak, kikövetelted téged művésznőnek, szólítsanak, akik szólítanak, művész vagy. Én nem vagyok művész, csak zongorista, pedig nekem van papírom róla, hogy művész vagyok. Neked van-e papírom róla? Ha, kérdem én, mert nekem van. Itt van. Már sokszor bemutattam. Művésznőni, most is bemutatom a papíromat. Nem tudom, mennyi látnak kamerába, előbb a művészi működő. Ő egy piros lapot mutatott fel, de mutatom a fényképemet is. Itt még fiatal voltam. Nézzétek meg. Előbb a művész vagyok, ott van, nem tudom, mennyi látnak kamerába. Akkor voltam a 20 éves, vagy 21, nem tudom. Volt hajam, szép csávó voltam, akkor még lány voltam, lánykoromban. És akkor arra van írva, megpozítom, tánczene, zongora, ének, ott van, tessék, ez a művészi, előadó művészi működési engedély. Ha te megmutatod ide a fényképedet, nem egy piros lapot mutatol fel, mint a munka felmutatta egy piros lapot. Honnan is szeretem? Elvetem, Isten kéri, hogy szeretem. Miért? Hát nem lehet téged nem szeretni, mindegy. Felmutatta egy piros lapot. A tervőmű nem vagy. De énekel is. Viszont olyan énekeset elbasztod a szó szerint a Budapest TV-n. Oszipotózsá tanul, hogy mennyien voltak a szívjának a romajonok a műsorában, rengetegen. Te olyan hívtál van, mint Irénke. Véletta. Szóltam egy jó csávónak, tényleg kurva ő neked az a csávó. Öcsikének hívják, jó képű csávó, jó is énekel, a nők megvannak érte bolondulva. A mehé van, mondom, mert a nőknek a bálványa. Hát akkor hagyd, jöjjön be a tévébe. Hát a csávó átküldött nekem egy kis videó részletet. Hát, hogy ne haragudj, Lajoskám, idei nem megyek be, átküldte Irénkét. Igen, Mikás, mert mikor Irénke bent volt a tévébe, én nem engedtem volna be, én nem voltam ott, sajnos akkor én nekem infarktusom volt, műtötték a szívemet, katéterezték, hálót tettek rá, karacsuklómon keresztül, ott feküdtem bent a kórházba. Ez történt. A másik Henikéről lenne szó, vigyázzatok Henikével, nem tudom már milyen Henik, vigyázzatok vele gyerekek, mert egy szélhámas nőről beszélek, aki az embereket leszedi pénzzel, mindenkinek az élő live-jában belemegyen, és mindenkinek igazat ad, ez egy színes ceruza, benyálja magát, utána az embereket lebeszi pénzzel. Egy illetőtő most két 20 000 forintot, feltűntette a kártyát 3 000 forinttal, az illető szegény beteg nőtőkért már több ember becsapott, úgyhogy ez egy tanuló pénz volt az illetőnek. Arról két pénzt, aki tolószékben van. Hát hogy volt szíve elvenni tőle a pénzt? Én is szeretem a pénzt, de tolószékesnő, hogy kérjek, mert ne haragudjál már meg. Nem például jó istentő. Egy szélhámos nő, gyerekek, vigyázzatok vele. Miskolcon lakik. Borsod megyei az illető. Ez az igazság. Úgyhogy ennél nekem a találkozás egy régi szerelemmel. Én. Oszipotós, jó reggelt kívánok neked, nagyon szeretlek benneteket. Úgy a feleséged, nagyon rendes, nagyon jól nősülti, gratulálok neked komolyan, illetek egymáshoz, a macsipotóssal is minden, le a kalappal, megtanítottad, hogyan kell fényképezni, hogyan kell mindent, megtanítottál vele mindent, úgy ügyes vagy. Szép a gyerek, aranyos, nagyon kis, aranyos kis gyerek, tényleg, le a kalappal. Én figyelem benneteket. Minden. Én ott vagyok a Facebook, ha van időm, akkor felmegyek a Facebookra én is. Ha nincs időm, nekem dolgom van, most például megyek a sugárba, vagy az asamba, nem tudom.
van egy kis dolga, utána hazamegyek, az ember, tudom, nem tudom, milyen idő lesz ma. Lesz meleg, vagy nem lesz meleg, attól függ, majd lemegyek először a boltba, megbeszem a reggeli valót, tudom én. Hétig ráérek, 7 óra után megbarotválkodom, mert szőres vagyok. Én szőresen nem szoktam közlekedni soha. Ezt a két lányom tudja, nagyon jó, apa. Korlázom óta nem bírtam megbarotválkodni, szembután szőres soha. Nem gyerekem, mondom. Nem tudtam megbarotválkodni a gyerek. Tiszta, így volt rajtam a szőre. Bizony, ágyba feküdtem. Na, találkozás egy régi szerep, utána fajtatom, Henikérő. Vigyázzatok vele, ne igazoljátok vissza, mert ez egy szélhámas nő. Előbb-utóbb börtönbe köt ki. Értitek, miről beszélek? Találkozás egy régi szerelemmel, nem tudni miért, de mindez megható. Idővel minden másképp lát az ember, de az, hogy szép volt, nem vitatható. Hiába nézem ellenséges szemmel, a változás mi rajtad látható. Az ember áll, és megszólalni nem mer. Van szerelem, mely nem gyógyítható. Jöjj néhány órás napsütés, mi kell, hogy egyszer együtt járjunk. Még vár a nagy beszélgetés, tán kiderül végre, mi volt a hiba, mi nálunk. Jöjj néhány órás napsütés, sok régi témát megtaláltunk. A búcsú újra oly nehéz, mit ahányszor idáig vártunk. Találkozás egy régi szerelemmel, rossz rendezvúra megbocsátható. Egy torzmosor búcsút int az ember, miközben érzi, sírni volna jó. Jöjj néhány órás napsütés, mi kell, hogy egyszer együtt járjunk. Még vár a nagy beszélgetés, tán kiderül végre, mi volt a hiba, mi nálunk. Jöjj néhány órás napsütés, sok régi témát megtaláltunk. A búcsú újra oly nehéz, mint ahányszor idáig vártunk. Találkozás egy régi szerelemmel, rossz rendezvú, de megbocsátható. Egy torz mosolyjal búcsút int az ember, miközben érzi, sírna volna jó. Miközben érzi, sírni volna jó. Véletta, Pikás, neked szólok most.
Te is nagyon jól tudod, hallod, régi gyerek vagy, régi dolgozol a vendéglátónál, régi vagy a szórakoztató központnál, a régi gyerek vagy úgy, mint én. Te is nagyon jól hallod, hogy ez a Henny nem tud énekelni. Akkor mit akarsz vele? Hát persze, hát a csemedik, ebből élhelik-e. Hát jó, a Miskolci, igen, Miskolci. Piletta, nagyon jó tudod, te is nagyon jó tudod, nem tud énekelni az nő. Akkor miért foglalkozol vele? Ilyet akartál volna be, mint én megint le akarod járatni a tévét. Hát gondolkozzál, Piletta. Nagyon jó hallott, nagyon jó tudod, tisztában vagy vele, ennek a nőnek nincsen hangja. Meg tudod állapítani, mert régi gyerek vagy. Mi akar, hogy veszekedünk egymással, az megint más. Veszekedünk. De nagyon jól tudod, hogy énekel, nem szabad szóba szállni, aki ez a tévét járossal nincsen hangja, nem tud énekelni. Akármilyen stúdióba elvinnénk most ezt a Hennyt, a stúdió sem tudna vele mit kezdeni, mert a stúdiós mit tud csinálni, ha nagyon picit elcsúszik a hangja, oda teszi. Na. Oda teszi, mit tudom én. A helyre teszi hangot, de ami kurva hamis. Nem tud bele mit kezdeni a stúdió, se a Körmendi, se a Lalika Székesfehérvár, mert én Székesfehérvárra járok. Én is járok stúdióba, neki kurva hamisan énekel, nem tudja kicsitálni, akármilyen számítógép, akármilyen programja van. Ilyen programok, kurva drága, 2-300 ezer forint. Ilyen program, amivel tisztázni lehet a hangot, meg a zenét, mindent az évvilágban. De nem tudja a hamisat nagyon kicsit, semmit nem tud bele kezdeni. Tudod, nagyon jó pikát. Véletta. Együtt dolgoztunk, tudod, nagyon jó. Hallott te is, hogy nagyon szavó énekezni. Akkor mit akarsz tőle? Na. Máskor meg a lányod lakását mutasd meg. Igen, nem hajintasz át. A sajátodat. Nem szégyen máma, ki hogy néz ki, mit kell szégyen? Nem kell szégyen. Én felvállalom betegségemet, felvállalom. Nem szégyen. Volt egy infarktusom, volt agyinfarktusom is. 7 éve volt egy agyinfarktusom, Egerben rögítem a kórházba. Utána, de 3 év múlva a szívinfarktusom volt. Bementem először Ózra, ott van az orvosom, mondtam neki, mellkasomnál szokott fájni. Feküdjön be kivizsgálásra. Be is mentem kivizsgálásra, rátették az EKG-t, rátette. Nézték ketten komolyan, még egyszer megnyomta az EKG-t. És azt mondja az orvos, gondoljátok, hogy megijedtem. Úgyhogy szájjal én azt mondta, infarktusom van. Képzeljétek el, bár. Szájjal infarktusom van, azt mondja. Már tettek is át a lókocsira. Mondja az orvos, nem kell megérni, kórházban van, nem kell megérni. Hú, mondja, hozta is a racsom, hogy gyógyszereket vegyen be, vagy 10 gyógyszert bevezet. Telefonált Miskolcra. Meg adtak infúziót, már mentőbe, kaptam oxigént, elmondom. Csak néztem egy nagyot. Hiszen üvöltve vitt engem a mentő. Élőben vagyok, mindjárt aláírom meg, Isten kérem. Ja, Isten kérem. Így igaz, úgyhogy élőben vagyok. Épp meg valaki keresett telefonon, mindjárt megnézem, pillanatra. Nem fejlem be, hatod fejlem be. Valaki üzenjen már neki, hogy élőben vagyok. Ez van, hogy... Úgyhogy, nem tudom. Nagyon megértem. Akkor feküdtem bent a kórházba 2 hétig, gyerekek. Múlva láttam Miskolcon, azt mondja, hogy itt azt mondja, valaki odaírta, azt mondja, hogy ki is írta, hogy igen. Enikő Zanics, Éva Brita nézi. Brita, szóljál már a lakatosnak, hogy élőben vagyok, mert ő keresett volna a telefonon. Légy szíves, írd már meg neki, hogy élőben vagyok. Szia Évike, szólj már át lakatosnak, mert nem tudom most neki, élőben vagyok. Írd már meg neki. Most keresett volna a telefonon. Na. Úgyhogy éneknek meg egy szép számot, egy szép zámú Jimmy számot. Úgyhogy tényleg valóban börtönben való ő, az a nő, nem stúdióban. Jó, itt a Enikő Radics írta, nagyon jó írta, helyesen egyetértek vele, egy csalóval állunk szembe, vigyázni kell gyerekek. Egy nagyon nagy csaló nővel állunk szembe. Éva Brita, én már meg a lakatosnak, hogy élőben vagyok. Jó van, köszi szépen. Mert most keresett volna a telefonon. Kinyomtam, mert hát, hogy beszéljek vele, sehogy.
Mindegy, úgyhogy ennyi az egész, úgyhogy ezzel nagyon vigyázni kell, gyerekek. Ez egy tanuló pénz volt az Évikének is. Hát, azt a pénzt Évika nem fogott látni soha. Ez az igazság. Egy csaló, vigyázni kell, gyerekek, vele. Mondom, nagyon vigyázzatok mindenki, akit bejelöl ez a nő, vigyázni kell vele. Törőjétek, vagy csincsátok le, mert ebből él, csaló mindenkinek az élőben belemegyen, és mindenkinek igazat ad. Ez a nagy kamu munka, az egész nagy kamu az egész. Úgyhogy vigyázzatok vele, fej van figyelmetek, egy csalóban látok szembe, aki hamarosan börtönbe fog kerülni. Mert már nem egy ember csinálta meg ezt, ez a nő, ez a Henny, mit tudom én, Hennynek hívják a pasztudja, mindegy, lényegtelen. Valamilyen Henny, majd eszembe jut. És akkor ez egy nagy csaló, nagyon vigyázzatok. Hát sok pénz, ebből él, nem megy dolgozni, ebből él, gyerekek. Mindenki belől, bemegy az élőadásába, igazat ad neki. Hol a lakatosi bajánál láttam, hol a pikásnál láttam. Én mindegy, mindegy, bármit látok, akarok. Ha akarom, ha van idő, ha nincs, nekem is ma lesz dolgom délelőtt, azért jelentkeztem be, mert én Fénix felé megyek le a boltba, megveszem a reggelit, talán nem, először megbarottálkozok, úgy megyek a boltba, az a minimum. Én szőrösen nem, ha szőrös vagyok, így nem látni, de én szőrösen nem közlekedek. Csalóval állunk szemben, gyerekek. Hogy a pikás például a küzdenem, véletlen, nagyon jó tudod, nem vagy mostani gyerek, tese. Nagyon jó hallod, hogy nem tudod a nő énekelni, bármilyen stúdióba el lehetne vinni, nem stúdióba, börtönbe, stúdiósnak, nem tudja neki kitisztázni a hangját. Ez a program 2-300 000 forint, ami tisztázza a hangját. Ha kicsit elcsúszik a hang, azt tudja kitisztázni a stúdiós, oda teszi. De aki már kurva félre énekelnek, kurva hamisan, nem is hamis, egyenesen harap, az a stúdiós nem tud mit kezdeni, semmit. Azért van akkor az így, ha már le kéne vágni Karácsonyra. Én ajánlom neki a Pajdler vakcinát, hát attól meg tud tanulni énekelni, de azt nagyon tudja csinálni, gratulálok neki, hogy embereket szentel pénzzel. Ebben ő specialista. Őnek ez a szakmája, hogy embereket leszed, és ebből él. Feltöltetett, én nekem is azt kéne, csak feltöltetett. Én előfizetéses vagyok. Nem, most nem, ez az igazság. Nekem a telefonom minden nap, minden hónapban 15-16 000 forint, bármilyen irányba telefonálhatok, korlátom interneten van, a tévét is, okos tévén van, megosztom a telefonon, hotspottal, és úgy nézem a filmeket, a legjobb filmeket. De a Pfizer vakcinától hátra megtanul énekelni ez a nő, ez az igazság. Hát igen, a stúdiós, meg egyszer a stúdiós, az is felfájja. Hát mit a malac? Hát most mit mondjak rá? Mert ha betegség által valaki kövér, azt nem bántom. Isten, az Isten is megverte, mert Isten félő ember vagyok, tisztelő. Ha betegség által jó kövér, mit tudom én, vizes, vagy betegség által van ilyen. De aki annyit teszik, mint a ló, mi a lovak? Hogy ez borzasztó. Nagyon már a kávé, már közben a kávé, hogy gyerekek, beszélgessetek nyugodtan, ismertek egymást. Úgyhogy ez ma, egészségetekre, most észtem a kapucsinót, tudom, hogy lent is iszok a trafikba. Úgyhogy, nem is az, mást éneklek. Eléneklem a, mit nyomtál már, mi a Lajos? Ej, te gyerek, mit csinálsz, te gyerek? Én, te gyerek, te. Az Árvapjút éneklem el. Tenap a Ivoly elküldte a live-jával nekem az Árvapjút. Én visszaküldöm neki, de nem gyári zenével, én zongorázok rá, és úgy éneklem. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy ez a nő. Billetta, te sem most kezdted, az igazság. Szépen szólok most hozzá, nem baszogatlak. Nagyon jó tudod, hogy ennek a nőnek nincsen hangja, mit akarsz vele? Na, ennyi az egész. Mert máskor saját házadat mutasd már meg, ne a lányodét. Hát könnyű más faszával baszni, már bocsánat, csúnya szóhé, de ez így van. Épp ugyan, mi elmennék valakihez,
aki nagyon gazdag, van egy kastélya, bemutatom, ez a lélekászom. Végülviszem a telefon, kamerával, na nézzétek meg, ez a lélekászom. Ugye ezt csinált a Pikás, ezt nevetem. És akkor főztem, akkor balókos, hogy gyere, gyere, gyere. Szeretem, mert cigán vagyok, de nem mehetem alakadni, mert cukorbeteg vagyok. A múltkor megvettem egy szeletdindjét, mondta az orvos, hogy ne egyszerre egye meg azt se, azt mondja, kettő harapás. Hajintom ki. Kettő harapás, egy szeletet vettem meg 600 forint egy gyerekek. Kavajamadom, az őrségesben nem veszek meg egészen, egyedül élek. A lányom, a kisebbik lány egész nap dolgozik, konyhán dolgozik. A nagyobbik lányom meg ott dolgozik Hollandiában, most délutános, majd délutánra megyen dolgozni, nem költöm fel, Isten őrgözik. Hát most éjszakára megyen, az, hogy délután négyre megyen, és éjjel kettőkor végez. Kocsival jár, azt mondja, 60 kilométerre a munkahelyre, vissza 60, 120 kilométer minden nap. Na, éneklem az hárva fiút. Hát, ha tudok zongorázni, nem? Mondta a Pikás, neki is volt három lábú zongor, hát persze lehet, három lábú zongor, de tudsz rajta? Ez a kérdés. Nekem is, én is három lábú zongorával kezdtem. Akkor még hobó szintezátor. Én visszamennék a múltba ezzel a géppel, ami most nekem van a szintezátor. Hú, micsoda istenkém, nem lehet. Na mindegy. Annak én sima zongorával volt a dob, meg gitár. Kezem már nem éreztem, elpárzott az ujjam. Meg hólyagos volt a kis ujjam. Igen. Volt egy fiú, álva fiú, nem szerette senki. Úgy érezte, el szeretne menni. Álva fiú, jöjj vissza, hová siet van, hová jön, valaki hív, valaki vár. Állj meg, fiú, jöjj vissza, szélok nem ízi, soha jön valaki hív, valaki vár. Volt egy heri, árva heri, mindenkit jó árva szok. Mindenkit leszedett pénzzel, azzal a malac fejével. Árva heri, jöjj vissza, mindenkit leszedett lóvéval soha. Jöjj, valaki hív, valaki vár. Jaj, jaj, jaj. Hát művésztő, mit akarsz derítő? Tudod, nagyon jó, hogy nem tud énekelni. Jaj, 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 jaj. Ba, 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 ba. Henike hamarosan börtönbe mész, hamar ott jön valaki, és ott a helyed. Nem a stúdióba mész, a börtönbe mész. Jajj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 
mindenkit leveszel pénzzel, a fűvésznővel. Ez befejezés volt, már nem úgy a dalnak a befejezése. Úgyhogy a Henrike hamarosan börtönbe fog kijutni. Hát nem kijutni, bemenni. Hülyeséget mondtam. Gyerekek, ez igazság, a csalóban vigyázunk, a kártyán is vigyáz nekem, mert dirdári, azt csinálja, hogy akarja. Ez igaz, az nincsen levédve, ügyvédni. Mert ha ügyvédni lenne levédve,
akkor azt mondom, hogy tényleg ne csináljuk, mert nem szabad, mert azt a címet adni neki. De ez bárki csinálhassa, aki akarja, ha Didi Dáliel. Hát mit tudom én, adhatom is annak más nevet, vagy lehet, hogy ebben boldogul bele, hogy nincs a tévének. Megmondom, gyerekek, Didi Dáliel. Meg Dr. Blum Peter, ezt mondta a Dr. Blum, azt mondta, maradok, gyere, egyéb nokednit, ki a fasznak kell a nokednit. Ki a live? Régen így szoktam viccelődni, hülyéskedek én is. Úgy, mint a Lakatos is szokott viccelődni, de jó csinálja, sokan szeretik nézni. Lakatos is baját még Amerikában, Kanadában, mindent nézik, ő se tudja, sokan nézik. Hiába van neki az illetőnek odaírva Budapestről, aki nem, kanadai. Minden lényegtelen, de szeretik nézni. Ez az igazság. Úgyhogy gyerekek, ezzel a Hennyvel nagyon vigyázzatok, jól mondom nektek, ha valaki bejelen, ezt teszem fel a YouTube csatornámra, azt az élőt, utána én mentem le fel a boltba, gyerekek. Venni valami reggelit, azt tudja, zsömlét, bogácsát. Napi bogácsámat azért, hogy 2-3 megeszem este délután. Komolyan. Ez a jövőség. A művésznő meg a lányának a lakása, a lánya, a szép lánya van, az az igaz. A művésznőnek a csinos a lánya, ismerem, Grétikét. Itt van fel Pesten, és tényleg szép lakás. Még lehúzta nekem a bécét, hogy nem bőrölbe szalik. Istenként a malókat mondja. Azt olyan jót nevettem, istenként. Most következik a négy oltán, még elszívom a cigit, jó? Hallgassátok meg. Ezt én is fel fogom énekelni vasárnap, ha minden jól megy, jó? Na. Zsamo, 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 egy éjszaka szívembe zártalak. Ami kettőnk között történt, örökre megmarad. Én nem tudom, mi lesz a holnapom. Akárhogy is lesz, én bízom benned, galambom. Májusban is elmegyek hozzá, jön velem az összes rokonság. Egészségetekre! Olyan szép lesz a május kosár, olyan szép lesz, mint egy gyöngyvirág. Oda állok az édesapától, és megkérdezem tőle, nekem adod a lányom az áldásom. Megyek, várj, érek, jó a zene, a zene hadd szóljon. Mulassunk testvérek, rokonok. Májusban is elmegyek hozzá, jön velem az összes rokonság. Olyan szép lesz a május kosár, olyan szép lesz, mint egy gyöngyvirág. Sálom, bálom, sálom, bálom, sálom, sálom, bálom, bálom, sálom, bálom, bálom, sálom, bálom, bálom, sálom, bálom, bálom, sálom, bálom, sálom, sálom, májusban is elmegyek hozzá, jön velem az összes rokonság. Megkérjük a művésznő kezét. Olyan szép lesz a május kosár. Megkérjük a pikás művésznő kezét. Dávonom. Olyan szép lesz, mint egy gyöngyvirág. Ez leánykérés volt, úgyhogy pikács művésznő, megyünk megkérni Dávodra a kezedet. Ne a lányodnak a lakását mutasd már, mert tegnap este mutattak, hogy Banók Lajos, hogy itt a lakás. Nem, egy tudtam Pesten bent a lányodnál, azt a lakást mutattam. Fősz, én amúgy csehettek magad, mint szukonbeteg vagyok, pikács. Szeretem, mert roma gyerek vagyok. Nem tagadom, nem is szégyenem, de nem mehetem. És nem, szokták mondani, hogy könnyű másban szállva, baszti, csúnyán mondom ki, nem érdekel. De kimondom, ez a jó magyar közmondás, úgyhogy ebben egy kolléganő, aki énekelni fog nektek, mutassam be, úgy hívják, hogy Marók Miki,
bocsánat, nem big. Igen, együtt szoktunk járni felépni televízió felvételekre, addig elszívett cigit, sokat szívek, most kávézok, utána megyek a bútba, a trafikomba. Ennyi, úgyhogy még megborotválkozom, meg szívesen nem megyek az utcára, délőtt van dolgom, megyek be a sugárba, a vőzövétére. Utána éneklek ezután, a csaj után én is, kurva jó hangja van. Hallgassátok meg! Ha legközelebb látlak, már nem figyelek rád. Nem fordulok utánad, megyek csak tovább. Ha nem vagy úgyse jó, itt vagy úgyse jó, akkor miért legyen? Egyszer már illene rendbe hoznom az életet. Ha legközelebb látnám, neked se lesz vidám. Pikit, én vele jártam nagyon sokat, amíg a Lóta TV-n dolgozok, most a Sláger TV-nek hívják. Én nagyon jó viszonyban vagyunk. Egy kolléganő, aki kurva jó a hangja van, így kell énekelni, hölgyeim. Na, Henny, ha te így énekelsz, majd megkapod a Pfizer vakcinát, tudod, jó lesz a hangod. De azt is alulról kap meg a Pfizer vakcinát. Csaló vagy, mész a börtönbe. Embereket szeded le pénzre, szégyed magadat. Te büdös dagadék. Most nem akarom bántani a kövér nőket, mert Isten is megver. A betegség által, de annyit ezek az ő, mint a ló. Mint egy madár nevű ló. Na most én fogok énekelni még egyszer. Az a dal címe, ez kedvenc dalom. Sokat énekeltem ezt a televízióba is. Én is, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Úgyhogy a művésznő ne a másnak a lakását mutassa be, a sajátját, Dávodon. Te most itt vagy Pesten a... Lányodná, Glitikini, csoda szép kislány, az így van, már férném nem kislány, már fér is azt mondja, gyereke van. Annak a lakását mutatom, de ez bizony be van rendezve, minden, mint az ágyú, és még lehúz. Miért a tenger nem tudsz becsapni? Ismerlek, mint a tenger, mennyit dolgoztunk, pikát. Nem tudsz becsapni, melóka, hol ér? Hedit akarod bevinni, nagyon jó tudod te is, Viletta, hogy annak a nőnek nincs a hangja, hallod?
akkor mit csinálsz bócok magadból? Bevitted idénként. Akkor voltam a kórházban, akkor műtötték a szívemet. Hálódtattak a szívemre. Mert ha én ott vagyok a tévében, biztos nem engedem be. Szólok egy csávónak, kurva őnek, öcsinek hívják. Jó énekel, jó képű csajok, megvan neki érte bolondulva. Hát felvettem vele kapcsolatot, és átküldött nekem egy videó részletet. Hát ide menjek. Hát kit láttam, mint idénként? Igaza volt. Nem vitáztam vele, igaza volt. Hát én sem mentem volna. Na ennyi. Ezt a műsor kurva elő nehéz ezt helyrehozni. A Didi Dárémi nincsen levédve. Ha ügyvédnét a levét tettem a bűvéletta, akkor azt mondom, hogy oké, nincs levédve. Bárki csinálhassa, az igazgatóval megvetett, hogy rajtam keresztül lehet jelenkezni. De már van egy műsorvezető, ki nézve, nem mondom, hogy ki. Én nem vezetem a műsort. Egy műsorvezetőnek nézni kell, én fellépünk után, akkor a plakátot megszerkesztőnek, mit tudom én szerkesztő, a faszom. Bocsak csúnyát mondtam, ez igaz, nem csinálom. Na, még egyszer következik, hogy még egyszer. Ez küldöm Anetta Bukszának, sok szeretettel Ukrajnában. Munkácsra. Minden út a szíveden átvezet, maradni, de tudom, hogy nem lehet. Egy öreg vándor lakik bolond szívemben. Még egyszer most ölelját engemet. Valami miért a szívemben a súgja, mennem kell. Nekünk el, soha nem felejtsd el. Hagyd legyek egy szép emlék neked. Egy örök vándor lakik bolond szívemben. Még egyszer most ölelját engemet. Valami miért a szívemben a súgja, mennem kell. Még egyszer most ölelját engemet. Valami miért a szívemben a súgja, mennem kell. Egy öreg vándor lakik bolond szívemben. Még egyszer most ölelját engemet. Valami miért a szívemben a súgja, mennem kell. Még egyszer most ölelját engedj el. Valami milyen a szívemben a súgja, mennem kell. Még egyszer most ölelját engedj el. Valami milyen a szívemben a súgja, mennem kell. Még egyszer most ölelját engedj el. Valami milyen a szívemben a súgja, mennem kell. Hát utoljára mi közelém, hogy Henikével vigyázni kell, csalóval állunk szembe. Gyerekek, akit beérem, törölje. Ez csaló hamarosan börtönbe kerül. Úgyhogy egyet tudok, a művésznőnek meg ne a másnak a lakását mutassa már be én nekem élő videóban. Láttalak.
Elnevetem, akkor nevetem, akkor mindegy. Az utolsó dallal anyám, apám jut eszembe, az öcsém, akik már nem élnek. Ezt a dalt én dolgoztam fel. Én hogy mondjam, hangszerettem, mindent én csináltam benne, fogadjátok sok szerettel. Mai napig hiányoznak a szüleim, meghaltak, nem élnek. Ma reggel is lekönnyeztem, tényleg. Nincs akinek panaszkodjak, nincs akinek mondjam, hogy apu, anyu, ez van, ezt érzem, vagy azt, mit tudom én, rossz. Na. Nagyon rossz, mai napig a szüleim hiányoznak, apu, anyu, nincsenek. Apám, mikor én beteg voltam, 4-5 éves, és emlékszem rá, a mandulagyulladásom volt, tiszta láz voltam, megkaptam az injekciót, és apám hozott haza az ölébe. Átkodottam a nyakát apunak, kisgyerek voltam bizony. Hiányoztak a szüleim. Nagyon. De gyerekeim, mert ezt nem mutatom, mert nekem is már vannak két nagy lányom. Nagyon szeretik engem. Már megkaptam, megvette a lányom nekem a projektort, a kivetítőt. Úgyhogy 3 hét múlva megyek a repülőtére ki, mert érkezik egy barátja Hollandiából, és akkor azzal a csávóval küldi haza a kivetítőt, a projektornak hívják. És a hátam mögött, ne kérdezzek nótát akkoriban, mert úgy lesz megoldva, előre megtervezve melyik dal fogom énekelni, és akkor a hátam mögött megy a klip, a videoklip, amiről szól a dal. Ilyen lesz megoldva, úgyhogy vetítés lesz, úgyhogy ez. Voltam a hát, ezért fáj a szívem. De most ez egy nagyon szomorú dal, a Ghostból játszok az részletet, sok szeretettel, úgyhogy a szüleim, meg a testvérjeim, a testvérjét még rosszabb elveszítő gyerekek. Bizony, fiatalabb volt, hogy nem 2 éve infarktusban halt meg a gyerek. Annak van a lánya, Banó Katalin, voltam náluk, már annak is van gyereke, Katikának, és meglátott a Katika, elkezdte a sírás. Mert még a testvérem, meg a hangunk is egyforma, meg a beszédünk is egyforma volt. Hasonlítottuk, persze, a testvérek, meg hasonlítottuk egymásra. Katika sírt, jaj, elkezdte a sírás, hiányzó zakkát, apját látta bennem, na mindegy. Hogy nekem is, egy szüleim, mit tudom, hiányoznak. Ezt utoljára játszom, és akkor ezzel az adásomat befejeztem, mert nekem is van dolgom. Borotválkozom, megyek a fürdőszobába, vagy szüleségre megyek le, és akkor megyek a boltba, a reggelit megveszem magamnak, utána boltba visszajöttem, utána megyek a ősvezetére. Kis elintézi való van, csinálok egy pár fotót, felteszem majd Facebookra. Na, sziasztok, utolsó dal.
Be, hát én bekönnyezek, meg mondom őszintén. Na, hogy nem vagyok szövéges. Eszembe jutott Nyíregyházán zenéten. 18 éves voltam, volt egy balesetem. Beszartam, hát be voltam rúgva. Mindenki volt már életében részeg, én is. A részegen beszartam egy szekérbe, nem volt kivilágítva. Szemben ez a teherkocsi. Félszorult, nem vett tele be ezt. Nem én voltam hibás, négyek. Részeg, minden hosszú. És kivittem a szélvédőt, itt van, itt vartak. Még itt az adam tört el. És anyám, akkor még Ózó laktam. Ózó jöttek Nyíregyházba, és anyám. Ott bekültem a kórházba. Letérjelt, és úgy sírt rajtam, anyu. Bizony. És akkor apám még hazahoztak Ózra. Fiatalkodó voltam. A gyereket nem engedem itt lenni. Nem engedtek. Hát persze, ők parancsoltak akkor nekem. Nem, akkor még nem voltam nagykorú. A gyereket nem engedem, apám nem engedte. És akkor vittek haza Ózra. Nagyon nagy baleset volt. Hogy ez van, úgyhogy eszembe jutnak a szüleim, szedtek engem, mi voltam a kedvenc. Amikor szedte az ételt, először apámnak szedte, utána nekem, utána a nővéreimnek. Hát én voltam. Reggel felkeltem, Ózó laktam, ott van tinóra gomba, meg csirke gomba, amit tudom én. Csirke gombát csinált nekem tojás rántottával, meg hideg tej mellé. Felkeltem köntösbe, mentem a konyhába, már kész volt a kaja reggel. Anyám mit csináltam? Hiányoznak a szüleim, gyerek. Kinek ne hiányoznak? Itt még vagyok önmagam. A lányom kint van Hollandiában, akit nagyon-nagyon szeret. Kisebbik lány, meg ő dolgozik szegény. Egész nap. Tegnap is ment, beszéltem vele. 8 órakor szoktam vele általában. Már végig megyek le a boltba, ő végette. Találkozom, beszélek vele 20-10 percet. Apa, megyek dolgozni, azt mondja. Mondja nekem a gyerek. Este 10-ig. Tudod, milyen meleg van abban a konyhában? Elhiszem, gyerekem mondom. Bizony. Hát most egy kis gyerek lent van a fédének a szüleinél nyalára. Ez van. Mert nekem is a gyerekeim az első. Apa vagyok. Egyedül élek. Nincs senki. Összehoztak engem a lakatosi vajával, összehoztak már a Duka Eszterrel, összehoztak, mindenkivel összehoztak. Nem is tudtam róla, hogy lakatosi vajával együtt élek, de minden lényegtelen. Nem tudtam róla, már most tudom. Úgyhogy ennyi. Egyedül vagyok, gyerekek. Ebben vagyok szerelmes, abban vagyok szerelmes, beszélek az abban, hogy pletykálnak, mit tudom én. Mi az ember az ember kedves? Ha milyen legyek egy idő live-ban? Múltkor hülyeségből kiírtam, kövődni kiménynek, vicceltem. Valaki megsértődött. Pedig hülyeségből írtam ki. Lányom, meg úgy rám írt a lányom, rögtön, apa, ilyen ne csináljál, mert megsértődnek a nők. Hát igaza volt a lányom, az rám is, mert maradjon rajta bánynak a fánynak. Megsértődtek. Egyedül élek, gyerekek. Az, hogy most, hogy mondjam, nekem olyan nő nem kell, most is azt mondom, aki tévében akar szerepelni. Magamról beszélek most, hogy rajtam keresztül mászom fel a létrán. Őszintén. Nekem olyan kell, aki nem akar a tévében lenni, nem akar közszereplődni. Jó, elviszem magammal a fellépés, miért nem vinném el magammal, nem mutatom, hogy ez a párom, mint néző. Nézőnek, nem mint énekes. Nekem az énekből elegem van, úgy volt a Tinaj. Merci is, hogy érdekesek akartak lenni. Merci-ke mai napig zaklantok, fogtam, vetítottam a picsával a Facebookról. Hagyjál meg, engem, van gyereke. Mit akarsz mondom tőlem? Hagyj békén. Hová, mi között van hozzá? Kérdezd meg a férjedtől. Van egy élettársa, amire őt kérdez, mit akarsz te tőlem? Ez nem volna, már elmény Merci-ke. Rég. Mert már nem énekel soha. Így van a Tina is. Ő kiírta magáról, azt nevetem a Facebookra, hogy ő nőgyógyász legyen. Pedig csak egy takari, de ápoló nő, csak nem magyar. Nekem le kéne fordítani a bizonyítványát fordító magyarra, és úgy dolgozhatnám, mint ápoló nő, de a kórház dolgozni, mint takarító. Minden nem is érdekel, nem foglalkozok például azzal sem. Az is vissza akart jönni tavaly hozzám. Mondom, Tina, ez a vonat elment. Én úgy vagyok vele, hogy akit észreveszem azt, hogy a televízió szereti nem engemet, az nekem nem kell. Meg aki engem egyszer megcsal, nekem a bűnös életben nem kell. Aki egyszer megcsal, az máskor is csal. Nem kell. Ilyen büszke ember vagyok, nagyképű. Nem vagyok nagyképű, büszke. Miért van pénzügyi tartás bennem? Nem alázkodok meg senkinek sem. Nekem olyan nőke, meg az az igazság, nem vagyok válogatós. Én nekem már nincsen türelmem 2-3 éves gyerekekkel. Hát most beszélj már logikusan.
Én ebből már kinőttem. A saját unokáim is feljönnek, pedig már azok már nagyok. A Lia 5 éves, a Zolika már 10 éves, de ők feljönnek a telefon a kezükbe, mindenkinek, mind a kettőnek iPhone-jában, most nem azért mondom büszkeségből. Azok telefonnak, azok leülnek, szót nem szólnak. De őre nem volna türelmem rájuk ugye az egész nap. Na, nekem már ez nincsen türelmem. Nekem olyan nő kell, akinek már nagy gyereke van, mert jól a szűzőt nem kapok. Akinek elvált, vagy mit tudom én, azt akkor van egy nagy lánya, mindegy, önálló életet él, persze. Tartsa a lányával kapcsolatot, tartsa a gyereke. De nincsen vele gond. Ennyi az egész. Nekem egy kisgyerekes anyák millióan jelenkezőnek nem kell. Szóban nem állok velük. Nekem egy nincsen türelmem gyerekek. Ebből igazság. Ebből már kinőttem. Elég volt nekem a két gyerekemet. Mind a kettő egymás után született. Felvittem őket a babakocsival a második emeletre, akkor piattal voltam, bírtam. Ez van. Úgyhogy nem is tudom. Erre mit mondjam. Van egy nauta, elszökött szigetet, hallgassátok meg szakszörötten. Nincs kedvem van énekelni, gyerekek, nem mondom őszintén. Zenész kollégám énekel. Mindegy. A kollega megint, hogy betegyem az alát. Megiszom a kapucsinót, utána készülök. Na. S meglátalak, nem jöttek a szavak, úgy némán, csak bámultalak, és visszanéztél, rám nevett, úgy vártam, közelebb lépjél, neked adok minden, pedig semmi nincsen. Ilyet az életem, villám, villám, talált a szerelem, mikor rám nézett szinte remegem, ma sem tudtam, létezik ilyen, te vagy az álmó. Villám, villám, talált a szerelem, megörít engem, a tekintemben, hiányzol, mikor nem vagyok vele, most is rád vágyom, s mi lett vele? Hogy mondja be, hogy mennyire szeretem, úgy vártam, átfog meg a kezem. Villám, villám, talált a szerelem, mikor rám nézel, szinte remegem, azt sem tudom, létezik ilyen, mert te vagy az álmom. Villám, villám, talált a szerelem, mikor rám nézel, szinte remegem, azt sem tudom, létezik ilyen, te vagy az álmom. Szárd beteg el a mangita uram, nem is rózsam, de mangikát áll. Kér a buri pátyi bátú, sune romále. Szárd beteg el a mangita uram, nem is rózsam, de mangikát áll. Kér a buri pátyi bátú, sune romále. Megláttalak, jöttek a szavak, úgy rémán, bámultalak, mert visszanéztél, és rám nevett, úgy vártam, hogy közelebb lépjél, neked adok minden, pedig semmit nincsen, mert ott csak élet, ilyet az élet. Az álmom, szárvétek el
Ugyanúgy egy kis promó következik, a reklám, hangosítás már a kultúrházakba, éttermekbe. Ha énekes kell hangosítani, nagyon szívesen, én nem zenélek, csak hangosítom. Különböző hangfalaim vannak, szerelésem vannak, dögnak hangfalak, tudok hangosítani, vállalom. Bárkinek vállalom a hangosítását szívesen. Ha nem zenélek, csak hangosítok ennyi. Ma elnézést kérdezni, nem volt nagyon kedvem énekelni. Este úgy 7 és 8 óra között fogok bejelentkezni élőbe. Közösségesen délután, este 7-8 óra között szoktam bejelentkezni általában, élőzök. Most már nem tudom, milyen idő lesz kint ma. Megyek le a boltba, most megyek a fürdőszobába, rendben rakom magamat. Lemegyek a boltba, megnézem, milyen idő van kint. Ha meleg van kint, akkor bekapcsolom, itt van nekem klíma. És akkor megy a klíma, mert nem bírom a meleg gyerekek. De sok áramot fogyaszt. Ezzel elbúcsúzom, ezt megosztom, utána teszem fel a YouTube csatornámra, fel lehet iratkozni, aki akar, nem kötelező. Igen, Anett Bukszár, üdvözöllek megint a műsoromban. Hát ő nagyon kedves hölgy, rendes. Igen, Dönömböző Gyula, téged is üdvözöllek, mert meg fogom osztani ezt az élő videómat, úgyhogy visszatekerek. Azt mondja, itt írják, hogy ügyes, szuper vagyok, azt mondja, megeszi a cellát is, mit tudom én, kicsoda eszi. Ja igen, ezért megeszi, mindegy. Kara Zsolt is nézte, úgyhogy búcsúzok mindenkitől, úgyhogy tényleg szívemből ez a gyorság. Mindenkinek szép napot kívánok, 7 és 8 óra között jelenkedem be. Élő videóban, addig délután mindig lepekszek ebéd után, szokásosan. Hát mit csináljak? Tudtok jobbat? Ez igazság. Elbúcsúzom, mindenkinek szép napot kívánok. Megyek a fürdőszobába, barotválkozok, helyre teszem magamat. Le a boltba, utána haza, beveszem a reggeli gyógyszereimet, szép gyógyszert, érni más csak kettőt, meg ezt, meg azt. Igen, sok gyógyszert szerek gyerekek. Úgyhogy nekem a gyógyszereim minden hónapban 20 000 forint. Ez igazság. Na mindegy, nem panaszkodok. Úgyhogy nekem is vannak mondjaim, kinek nincs. Pikácsot nevetem, olyanokat kitalálom, hogy az ember elmeti magát. Na mindegy. Na, buszilom benneteket, szép napot kívánok mindenkinek. Hennyivel, mert vigyázzatok. Egy csalóval álltok szembe. Még egyszer mondom utoljára. Ezzel elbúcsúzom, ezt megosztom, ezt a live-ot. Utána tettem be YouTube-ra, ha lesz időm. De még ma dolgok. De majdnap felteszem a YouTube csatornámra. A puszilom benneteket, sziasztok!